Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást. Kortól, nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá. Nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Képzéseket tartunk, coach képzés keretein belül tartunk képzéseket. Mi az, hogy coach? Ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. És hát azért csináljuk ezt az egészet, mert nem vagyunk elégedettek azzal, ahova jutott a világ, de már azzal se volt elégedettek, ami felé haladt a világ mondjuk az elmúlt 20 évben. És hát ugye 11 éve foglalkozunk azzal, hogy képzünk embereket. Milyen alapon? Hát ugye én 87-ben kezdtem el foglalkozni emberekkel, 91-től van saját szervezésű csapatom, 93-tól vezetek, tanítok embereket. 91-től több tízezer emberrel működtem személyesen együtt, több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget, 4 területen lettünk a vezetésem alatt piacvezetők, amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, annak ellenére, hogy az imént műszaki problémák voltak. Jó, tehát lényeg az, hogy olyan dologgal foglalkozunk, ami bolygó szinten teljesen egyedülálló. Ugyanis mi a képzéseket úgy csináljuk, hogy vallási és politikai befolyástól mentesen. Tehát az, ami, ahova eljutottunk a képzések terén, gyakorlatilag az az én tapasztalataimnak, tanulásomnak, tudásomnak a következménye, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül tudtam volna ide jutni, hogyha a fentiek nem segítettek volna ebben engem, méghozzá nem kismértékben. Mit jelent az, hogy fentiek? Hát nem a hatalomról van szó, azok segítsenek embereknek. Én, engem ugye az én teremtőm segít, és ugye ezt a teremtői segítséget én már gyerekkoromtól tapasztaltam. Lényeg az, hogy miben segítettek, hát olyan megéléseket hoztak létre, amit nekem meg kellett élnem, olyan történéseket, amit meg kellett élnem, olyan dolgokban vettem részt, amit meg kellett élnem, ami azt jelenti, hogy akkor nem tudtam, hogy azokat miért kell megélnem, ezek közt ugye számos nem éppen pozitív dolog volt, amit meg kellett élnem, de ugye én mindig olyan ember voltam, hogy én nem adtam föl a dolgokat. Miért? Mert ugye, megmondom őszintén, azzal, hogy az emberek jó része működött, én már gyerekkoromtól nem voltam elégedett. Tehát ebből a szempontból mindig kilógtam a sorból, tehát a kilógást azt jelenti, hogy mit láttam az embereknél, azt láttam, hogy az emberek egy része, ezt még így nem tudtam akkor megfogalmazni, csak azóta mióta én erről tanultam, az emberek egy része elnyomó, mint most már tudom, minden 5. ember a bolygón, abból az 5-ből minden 5. az, amelyik veszélyesen elnyomó, tehát nagyon aktívan elnyomó, inkább úgy mondanám, tehát ugye az a 4%, hogyha kiszámoljátok, tehát a 20%-ból összességében, tehát a 100%-ból ugye az minden 25. ember nagyon elnyomó. Tehát hogyha például jártál egy 25 fős iskolába, mármint osztályban annak idején, mondjuk általános iskolába, vagy valamilyen középiskolába, vagy bármi másba, akkor általában megtapasztaltad azt, hogy ha volt ott 25 fő, akkor tudtad, hogy abból volt legalább 1-2 elnyomó,
méghozzá ilyen nagyon elnyomó, de azt is megtapasztalhattad, hogy úgy összességében a 25-ből volt 5 olyan, aki egyáltalán nem pozitív indítatású volt, tehát nem szociális indítatású, tehát inkább annak örült, hogyha valakinek a kárának örülhetett. És ugye abból a 25-ből meg egy biztos, hogy nagyon veszélyesen elnyomó volt. Én ezt tapasztaltam az általános iskolába, a középiskolába egyaránt. Nyilván akkor én ezt nem tudtam, hogy ez micsoda, hogy merre, meddig. Na, amikor ezekről elkezdtem tanulni a 90-es években, onnantól kezdve, hát fény derült a fejembe abban a kapcsolatban, hogy hát, hogy tényleg hogyan működik az ember, és az emberek egy része hogyan működik. Másik tapasztalatom az volt, tehát ugye minden 5. ember antiszociális, minden 25. ember nagyon antiszociális, de az emberek többsége pedig gyakorlatilag azért, hogy egy jobb jövő legyen, nem tesz semmit. Tehát ezt nem csak most tapasztaltam, hanem tapasztaltam gyerekkoromban is. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha valamit a jobbért tenni kellett, na most a rosszért nagyon könnyű tenni. Miért? Mert gondold végig, ha valamit véghez akarsz vinni, meg akarsz csinálni, feladatot el akarsz végezni, akkor sokféleképpen lehet rosszul csinálni. De általában valamit csak egyféleképpen lehet jól csinálni. Tehát ezáltal ugye az emberek megtapasztalták azt, hogy nem olyan könnyű jól csinálni a dolgokat, hogy jó végeredmény legyen. Sokkal könnyebb elrontani a dolgokat. Sokkal. És ezt nem csak mi tapasztaltuk meg, hanem a szüleink is megtapasztalták, a nagyszüleink is megtapasztalták. Ezért gyerekként a legtöbb ember mit látott? Hogy az ő szüleje vagy nagyszüleje sem tett semmit, mert könnyebb elrontani valamit, mint megjavítani vagy eredményt kihozni belőle. És ha egy ember úgy nő fel, hogy a szülei nem sokat tettek, akkor onnantól kezdve ez szépen beivódott gyerekkorban az egyénben, és felnőttként is ugyanazt az utat járja, mint a szülei ebből a tekintetből, hogy hát a szülei se tettek semmit azért, hogy sokkal jobb legyen, és megnézed, a legtöbb ember sem tesz semmit azért, hogy sokkal jobb legyen. Tehát az már, ha egy kicsit jobb, az már nagyon jó a legtöbb embernél. Tehát ha egy kicsit jobb, az már akkor mondom, megnézitek, a legtöbb embernek már az már nagyon jó, ha egy kicsit jobb. Sőt, már az is jó, ha nem lesz rosszabb. És ez, tudod, milyen szemlélet? Ha az jó neked, hogy nem lesz rosszabb, akkor tudni, hogy rosszabb lesz. Ez egy szabály, a stagnálás az a rossznak a kezdete. Oké? Tehát nem kell ezt elhinni, győződj meg róla. Ide jutottunk, ahol most vagyunk. Nézd meg társadalmi szinten, hova jutott az emberiség. A hiszékenység az olyan mértékeket ölt, hogy az emberek szinte bármit elhisznek. Bármit elhisznek. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha a jó emberek, már pedig a bolygó 80%-a, az emberiség 80%-a az alapvetően jó, ezt úgy nevezzük, hogy szociális ember. Tehát nem antiszociális, tehát nem elnyomó, hanem szociális. És mégis hiába 80% jó, a jó emberek
ha nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Azért csak úgy szeretném mondani, hogy a semmiből soha nem lesz valami. Oké? Olyan, hogy semmi, az az ember számára eléggé kézzelfogható dolog. Mert az emberek olyan nagyon nem ismerik az energiák működését, és nem ismerik például azt, hogy a teremtők képesek pusztán az energiából anyagot létrehozni. És mivel az ember nem képes az energiából anyagot létrehozni, tehát fogd már meg az energiát, nem tudod, ezáltal ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy azt hiszek, amit látok. Hát amit nem látok, az nincs. Vagy amit nem tapasztaltam meg, az nincs. Hát mégis azt mondanám, hogy nézd meg most a világban, milyen olyan dolog van, amit esetleg nem tapasztaltál meg, és mégis van. Oké? Tehát lényeg az, hogy egy olyan helyzet van, amiről az emberek nem tudnak, egy arról, hogy tehát teljesen logikus, még egyszer mondom, a semmiből nem tud lenni valami. Az energiából tud lenni valami akkor, hogyha egy teremtő lény beleviszi a mentális energiáját, a mentális teremtő energiáját, és a mentális teremtő energiája és az energia az képes anyagot létrehozni. Nem csak anyagot, hanem az anyagnál kisebb anyagot is képes létrehozni. Például mondjuk gombát, baktériumot, vagy vírust. Na most, de az ember az halad tudatossági szintjén egyre magasabb szintre, főleg a kutatásokat, ha figyelembe vesszük, és az ember már eljutott oda, hogy képes arra, hogy mondjuk átalakítson bizonyos anyagokat, és ezáltal ugye új típusú anyagot hozzon létre. Tehát az ember így tud teremteni, hogy az anyagból, tehát az anyagot át tudja alakítani, és ezáltal egy új anyag lesz belőle. Hát gondoljatok csak a vegyületekre, hogy van két különböző anyag, összeáll, például mondjuk van a szén, meg van az oxigén, összeházasítod és lesz belőle széndioxid. Világos ez? És teljesen más halmazállapotú, mint a szén, és teljesen más halmazállapotú, mint az oxigén. Mert a széndioxid, nem is a széndioxidot akartam mondani, hanem gyakorlatilag a szénsavat akartam mondani. Oké? Tehát a szénsav. Mert ugye az víz és szén. Oké? A víz meg miből van? Hidrogénből, meg oxigénből. Tehát gyakorlatilag ugye a három alkotó elemből áll össze a szénsav, és a végén folyékony halmazállapotú. És a szén a szilárdot, az oxigén meg a hidrogén az meg légnemű halmazállapotú. Tehát az ember már képes arra, hogy átalakítsa az anyagot. Erre már elég-rég képes. Hát azzal is átalakítjuk az anyagot, hogyha mondjuk a fát meggyújtjuk. Gondold végig, és akkor teljesen más halmazállapotú anyaggá válik
az elégett fa, vagy bármilyen más ami, dolog, ami el tud égni. Tehát ezért mondom, hogy az ember átalakítani tud dolgokat. De olyan nincs, hogy valami beavatkozás nélkül létrejöjjön. Tehát olyan nincs. Tehát ahhoz, hogy valami átalakuljon, ott valamilyen beavatkozásnak kell lenni. Például, mit tudom én, mondjuk a bizonyos anyagokra ráöntesz, mit tudom én, vizet, és elkezd átalakulni az anyagnak a halmazállapota. Tehát például mondjuk oltott mészre ráöntesz vizet, akkor mi lesz? Elkezd forni az egész, gáz lesz belőle, meg egy más. Ugye, tehát először is ugye a követ, tehát a mészkövet megégetik, utána fogják azt, ráöntenek vizet, és akkor utána meg meszet kapunk belőle, amivel tudsz meszelni. Érted? Tehát ez most miért mondom? Mert ott is van egy beavatkozás. Érted? Tehát például mondjuk egy mészkő egységben, mit tudom én, tűz támadt, és megégett mondjuk a mészkő, és utána esett rá az eső, akkor átalakult a kőnek a szerkezete. Érted? Tehát lényeg az, hogy az egy beavatkozás, tehát valamilyen szintű, a más nem, a természet beavatkozott. De nézzük meg, hogy ugye az emberek azt gondolják, hogy például a baktériumok, azok úgy létrejönnek maguktól. Azt úgy gondolják, hogy a vírusok, azok úgy létrejönnek maguktól. Hát van egy jó példa a számítógép vírusra. A számítógép vírus még nem volt olyan, hogy magától jött volna létre. A számítógép vírus úgy jött létre, hogy gonosz emberek létrehoztak olyan programot, ami vírusként működik, tehát magyarul tönkre teszi a hasznos programokat. Világos ez? Tehát vagy valamilyen más céllal, például azzal hoznak létre számítógép vírust, hogy mondjuk az adataidhoz hozzájussanak. Akár a bankkártya adataidhoz, vagy bármi máshoz. Jó, tehát lényeg az, hogy talán a legjobb példa a számítógép, hogy nincs olyan vírus a számítógépen, amit nem emberek hoztak létre. Világos ez? Na most ezáltal itt vagyunk mi a Földön, akik most élünk egy olyan világban, ahol a legtöbb ember azt gondolja, hogy az a betegség, amit vírus okoz most, az magától jött létre. Érted? Tehát egy vírus nem tud magától létrejönni. Miért? Mert nem élő anyag. Egy vírus soha nem volt élő anyag, és soha nem is lesz. Egy baktérium az élő anyag. De egy vírus, az nem. Tehát ezért, hogyha egy kicsit előszedi az ember a saját tanulmányait, akkor rájön arra, hogy gyakorlatilag most egy átverésben vagyunk. Az emberekkel el van hitetve az, hogy itt valami magától jött létre. Tehát és akkor kitalálják azt, hogy például mit tudom én, az AIDS, csak is mondjam valamit, mit tudom, a majomtól származik. És akkor miért pár évtizeddel ezelőtt találkozott vele az ember? Miért nem több ezer évvel ezelőtt? Hát több ezer évvel ezelőtt is volt majom. Akkor ugye kitalálják azt, hogy mit tudom én, jött egy olyan betegség, ami
tényleg ölte az embereket, mondjuk az ebola, és akkor kitalálták azt, és az emberek elhiszik, hogy az, az magától jött létre. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy a, az emberek elleni ilyen betegségeket mikortól kezdték el az emberek alkalmazni? Hát az első világháborúban még ez nem volt tilos. Ezért az ellenséggel szemben alkalmazták. Csak ugye egy idő után rájöttek, hogy ezáltal őket is megfertőzheti, azt abba hagyták. Érted? Tehát előtte hivatalosan nem volt ilyen, hogy kitenyésztett betegségeket rá, tehát rányomták volna az emberiségre, vagy az emberekre. Ez tudottan az első világháborúban volt. Na most az első világháborúban tudtak ilyet csinálni, hogy létrehoztak betegségeket, és fogták, és ez volt a biológiai fegyver, ha még valaki esetleg erről nem hallott volna. A biológiai fegyver azt jelenti, mert ugye a vegyi fegyver az teljesen más, az például egy mérges gáz, de a biológiai fegyver az betegség. Világos ez? És biológiai fegyvereket az első világháború óta alkalmaznak az emberekre. Nemzetközi szabályok tiltják a biológiai fegyver használatát. Mondom, nemzetközi egyezmények tiltják. Ezzel szemben titkosan, hogy ne derüljön ki, hogy kik csinálták, az első világháborút követően is, mikor megállapodtak a biológiai fegyverek betiltásáról, azóta is kísérleteznek biológiai fegyverekkel, és bevetnek itt-ott, amott, titkosan a világban. Na most, de azt is érdemes tudni, hogy általában ezt úgy szokták csinálni, hogy a biológiai fegyverek, ugye, hát az nem válogatnak. És ezáltal, ha netántán, ugye elkapja olyan személy, akinek nem kellene, akkor van ellenszérum. Oké? És azt az ellenszérumot ő beveszi, akkor a, az illető az helyre jön, ha megkapta a fertőzést. És ez nem mese, ezek tények. Tehát ezáltal ugye az első világháborúban még olyan biológiai fegyverek voltak, hogy akkor is használták, ha nem volt ellenszérum. Ezáltal mondom, az volt a fő probléma, hogy azok is megkapták, akiknek nem kellett volna. Lásd spanyolnát, ha. Oké? És azóta, amikor kísérleteznek a biológiai fegyverekkel, mindig akkor bocsátják ki a biológiai fegyvert azokra, akikre ki akarják bocsájtani, ha már megvan az ellenszérum. Ami azt jelenti, hogy ha kell, ha olyan az a biológiai fegyver, akkor előre beadják azoknak az embereknek, és ők ezáltal nem betegednek meg. Na most, olyan, hogy magától létrejön egy vírus, vagy magától létrejön egy baktérium, egy új törzs,
olyan nincs, érted? Olyan van, hogy nyilvánvalóan a baktérium az tud alkalmazkodni, lásd például a penicillinre hogyan alkalmazkodott a baktérium, érted? Ami azt jelenti, hogy régen, mikor ugye a vérmérgezésre adták a penicillint, akkor gyakorlatilag antibiotikumot, mondhatjuk ezt, adták, akkor ugye simán a baktériumot megölte, és a baktérium meg szépen alkalmazkodott. De most megint kérdés, hogy vajon segítséggel vagy semmi segítség nélkül alkalmazkodott ahhoz, hogy hiába adnak valakinek mondjuk antibiotikumot, hát a baktérium kirőli. És lényeg az, hogy hasonló egy kicsit ehhez a vírus. Tehát a vírus anélkül nem tud terjedni, hogy ne kerüljön be a szervezetbe, és ne kezdje előállítani magát a vírust a szervezeted. Érted? Tehát olyan, hogy a levegőben a vírus magától nem tud szaporodni. A baktérium az tud, mert az élőlény. A vírus magától semmilyen környezetben nem tud szaporodni. A vírus egy dolgot tud, hogy bekerül az ember szervezetébe, a szervezet nem ismeri fel, hogy az a vírus rá negatívan fog hatni, hanem azt gondolja a szervezet, most idézője be a gondolás természetesen, hogy az neki pozitív, és elkezdi szaporítani a vírust. És amikor rájön már, hogy hoppá, hát ez kárt okoz ez a vírus bennem, akkor már a legtöbb esetben el van szaporodva maga a vírus a szervezetben. És ugye, ha távozik a szervezetből a vírus mondjuk légúton, és bekerül valakibe, és az azt a vírust nem ismeri az ő szervezete, ugyanígy reagálhat, mint az előző embernél, hogy elkezdi szaporítani, és utána fogja, és elhatalmasodik rajta a betegség a vírus által. És ugye miért van az, hogy egy másik ember meg ugyanúgy megfertőződik, de kutya baja lesz? Mert az ő immunrendszere felismerte azt a vírust. Ez olyan, mint a számítógépen a vírusírtó. Ha a számítógépen van olyan vírusírtó, amely föl tudja ismerni azt a vírust, akkor még mielőtt bármi rosszat csinálna az a vírus a számítógépen, a programokban, a vírusírtó felismeri és lokalizálja, elszeparálja teljes egészében a többi fájltól, többi programtól, és vagy likvidálja is, ha úgy van beállítva a vírusírtó, vagy a felhasználó beavatkozik, és ő maga likvidálja magát a vírust. Ugyanígy van a bejutott vírussal a szervezetedben. Hát az immunrendszered úgy működik, mint egy számítógép. Az azt jelenti, ugye agy által vezérelt számítógép, az agyunk által vezérelt számítógép, úgy működik, hogy ha felismeri, mi kell ahhoz, hogy felismerje, hogy az nem jó neki. Például az, hogy jó kondiba legyen az immunrendszer.
mi a függvénye a jókondíjú immunrendszernek? A jó hangulat, a helyes táplálkozás, a napfény, oké? A jó hangulatban pedig az van benne, hogy az illető az általánosan jó hangulatú. Tehát például, most mondok egy példát, van egy rosszabb hangulatú ember, aki nem rossz, csak rosszabb hangulatú. De éppen mondjuk jó hangulatban van, mert nyaral. Sok ilyen ember van. Hogy míg dolgozik a munkája, rossz hangulatban van, de elmegy nyaralni, akkor jó hangulatban van mondjuk addig, ameddig nyaral, egy-két hétig. Abban az időszakban hiába támadja meg a vírus, az immunrendszere sémán kivégzi a vírust. De amikor hazamegy a munkahelyén, elkezd dolgozni, és jönnek az újabb gondok, újabbnál újabbak, jön megint egy ugyanolyan, akár ugyanolyan vírus, illetve ha már ugyanolyan, akkor ez nem probléma, mert már azt felismeri. Jön egy másik vírus, ami hasonló, de már nem ugyanaz, ezáltal nem ismeri föl a szervezet, és az illető megbetegszik. Tehát mi kell még? Nyilván az is kell, hogy te jó kondiba legyél. Mit jelent a jó kondi? Hát az azt jelenti, hogy nem elég a jó hangulat, nem elég a helyes táplálkozás, hanem még te is jó kondiba legyél. Az azt jelenti, hogy legyen energiád, az a jó kondi. Tehát nem az, hogy mi jársz edzésre össze-vissza, érted? Hanem energiával vagy telve. Na most ahhoz mi kell, hogy egy ember energiával legyen telve? Olyan cél, aminek van értelme, és amiért hajlandó vagy tetre. Oké? Hajlandó vagy tetre. És nem csak hajlandó vagy, hanem persze teszed is. Tehát egy olyan ember, akinek olyan célja van, aminek van értelme, és minél nagyobb értelme van, annál igaz ez, annál igazabb ez, hogy annál több az illetőnek az energiája. Nyilván akkor, hogyha tesz is azért a célért. Oké? Na most, egyéb információ az ilyen vírusokkal, baktériummal kapcsolatban, amit, de elsősorban most vírus kérdés van a világban, az mind mondhatjuk azt, hogy kamu. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát az ember még arra is képes, képzeld el, hogy felismertesse az immunrendszerével a vírust. Ha azt a vírust érzékszervével látja, mondjuk szemével látja. Hát hogy? Mondjuk egy fényképről. Érted? Tehát hogyha azt már izolálták, azt a vírust, és tudják, hogy milyen, hogy néz ki, érted? És sikerült azt, mit tudom én, legalább mondjuk vagy lefényképezni, ugye, hát nyilván itt mikroszkópok, meg stb. Mindenféle dologról van szó, meg elektromikroszkópról, és ugye olyan fényképezheti technikáról, vagy pedig, ugye, ha ezt nem sikerült, akkor pedig virtuálisan el tudták készíteni. Világos ez? Tehát elkészítettek virtuálisan a másolatát. És a szervezetedet, tehát maga az ember, hogyha lát ilyet, akkor fel tudják készíteni a saját immunrendszerét arra, hogy ha ilyennel találkozol, akkor az első dolgod, hogy likvidáld. Világos voltam? Nem kell ezt elhinni, nem kell ezt csinálni. Éled úgy, ahogy az életedet, ahogy akarod. Nekem aztán tök mindegy. Az a te életed.
Oké? Na most én az átlagnál hát legalább 100-szor jobban ismerem az ember működését. Az átlagnál. Mondom, legalább 100-szor. Az átlag embernél. És tudom, hogy az ember szervezete, és az ember elméje, agya, tudata hogy működik. Nem véletlen tudom ezeket tanítani. Azokat az információkat, amiket nem tanultam, azokat megkaptam fentről, a Teremtőmtől. És ez azt jelenti, hogy olyan információkat tudok ezekről a dolgokról elmondani, amit nekem nem kellett könyvből olvasnom. Tehát, hogyha mondjuk olvasok róla két mondatot, akkor ki tudom egészíteni mondjuk 22-vel azt a gondolatot. Miért? Nem azért, mert ilyen okos vagyok, hanem azért, mert van egy ilyen kapcsolatom. És lényeg az, hogy az ember az sokkal többre lenne képes, egy jó ember sokkal többre lenne képes, hogyha lenne célja. Nem kell, hogy legyen célod. Ha az embereknek nem lesz céljuk, akkor megyünk a levesbe. Világos ez? Mit jelent a levesbe? Az azt jelenti, hogy ha itt ezen a bolygón nem lesz aranykor 2035-re, akkor nem éred meg a 2036-ot. Világos voltam? Milyen egyszerű. És ezen a bolygón senki nem fogja megélni a 2036-ot akkor. Ilyen egyszerű. Jó? Maradjunk ennyiben. És ezt nem én találtam ki, hanem ezt is információként kaptam. És akkor furcsa dolog, hogy azóta, mióta ezeket kaptam, ezeket az információkat, más forrásokból, érted? Megerősítették ezeket az információkat. Például megnézed azt a filmet, hogy Gyerekkor vége, és én totál meglepődtem a Gyerekkor végében, hogy ez a Föld pusztulása az 2035. Képzeld el. Abban a filmben. A Földet a jövőben, 2035-ben elpusztították. Oké? Abban a filmben. Tehát mondom, ilyen furcsaságokat, de más forrásból is ugye már láttam ilyen dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy a jövővel kapcsolatban 94 óta kezdtem el átadni információkat. És tudod, mi a helyzet ebben kapcsolatban? Hogy azok az információk, amit átadtam a jövővel kapcsolatban, az megvalósult. Érted? Megvalósult. 2 hét elcsúszással jósoltam meg, hogy mikor üt be a káosz most, nemrég. Ami azt jelenti, hogy 2019. április 4-ére jósoltam, ehhez képest február 12 volt, azt hiszem. Ja, március 12, igen, március 12 volt. Tehát valamivel több, mint 2 hét. Jó? Mondjuk 3. Nem egész 3 hét. Ennyit? 19. Ja, bocs, 20. Na, 20, igen. Tehát 2020-at mondtam, és 4. hó 4. Remondtam. Ugye, aki most valaki tanulja a személyiségfejlesztő kócsképzésünket, akkor gyorsan ki tudja számolni, hogy miért mondtam én azt 2020 4. hó 4-re. Jó? És lényeg az, hogy ahhoz képest, ugye március 12-én összejött a dolog.
És ugye megnézed, én a nagy közönség felé 11 éve mondom, hát most már 2 éve nem kell azt mondanom, hogy rossz irányba halad a világ, hanem már elérkezett oda, hogy rossz helyen van. Tehát, vagy a világunk rossz helyen van. De mondtam ezt 9 éven keresztül. Érted? Hogy rossz felé haladunk. És ha valami rossz felé halad, akkor rossz felé érkezik meg. Tehát ha te is rossz felé haladsz, akkor nem tudsz jó felé megérkezni. Érted? És ha megnézed most a legtöbb ember, nem halad jó felé. Tehát két dolog van. Az emberek egy része rossz felé halad, a másik része nem halad sehova. Egyik se jobb a másiknál. Egyik se. És egy kis része, egy egész kicsi része halad jó felé. Az embereknek néz körül, mi a legfontosabb? Itt van. Ez. Az emberek javának nagy részének. Az egyes, a túlélés. De ha az emberiség nem él túl, akkor az egyén se. Világos ez? Ha nem teszünk azért, hogy a jövő olyan legyen, mint amilyet szeretnénk, akkor az a jövő nem lesz olyan. Gondold végig, történt-e életedben bármi olyan jó dolog, amit nem szeretted volna, hogy létrejöjjön? Tehát jó dolog. Még egyszer, történt-e veled az életedben bármilyen jó dolog úgy, hogy nem szeretted volna, hogy az megtörténjen? Nem történt veled olyan dolog. Csak úgy történik az emberrel jó dolog, hogyha valami jót szeretne, érted? És ha azt a jót szeretnéd, akkor az létre tud jönni. Nem tud úgy valami létrejönni, valami jó dolog, hogy te azt a jót nem szeretnéd. Világos ez? Tehát történt-e veled, hogy nem értitek eléggé akkor, történt-e veled olyan dolog, jó dolog az életedben, hogy soha nem gondoltál arra a jó dologra, és mégis megtörtént? Nem. Világos ez? Tehát még egyszer mondom, csak az a jó dolog tud veled megtörténni, amire gondoltál már. Vagy esetleg sokszor gondoltál már. Vagy még inkább meg tud történni, ha tettél is érte. Világos ez? És most az emberek vajon a jövőbeni jóért mit tesznek? Azt gondolják, hogy kit érdekel a jövő, egy dolog fontos, a most túlélése, meg a holnap túlélése, meg a holnap után túlélése. És mi lesz mondjuk az egy év múlvával, vagy a kettővel, vagy az öttel, vagy a 10 év múlvával? Mi lesz? Mondom, ugyanúgy. Semmi jó nem fog veletek történni, ha azt a jót te nem képzeled el. Egy. És hát bizony tenni is kellene érte. Beszéljünk erről egy kicsit, jó? Ide visszamegyünk. Itt van, hogy aranykor. Az aranykor azt jelenteni, hogy ez a 20%
akit úgy hívnak, hogy elnyomok, vagy más néven antiszociális lények, személyek, ez nincs az aranykorban, érted? Ők nincsenek. Na most, hogy értsétek, hogy ez hogy működik, jó? A múltban, sok ezer évvel ezelőtt, ugye a magyarok az az egyik legősibb nép a jelenlegi emberiség történetében. Tehát ugye sok nép van a Földön, a magyarok az egyik legöregebb nép. Például a nyelvünk, nem én állapítottam meg, hanem külföldi, nem is magyarul beszélő tudósok, nyelvészek, hogy az ősi nyelv kifejezéseiből, szavaiból a legtöbb szót használja. Az egész bolygón, az összes nyelv közül. Tehát ugye ez is a bizonyíték arra, hogy a legrégebbi népcsoport a Földön. És tudjátok, milyen volt az ősi működésünk? Törzsben működtünk. Tehát nem nemzet volt, nem királyság, törzsek voltak. Nem magyar törzsek voltak, hanem hun törzsek voltak. És ezek a hun törzseknél mindenütt az volt a szabály, kivétel nélkül, mindenütt, hogy ha voltak jóképességi szülők, és a jóképességű szülők csináltak egy gyereket, akkor azt a gyereket minél hamarabb a szülők engedélyével elvették a szülőktől, és olyan körülmények között nevelték őket szakemberek, hogy elnyomásmentes környezetben nőjenek fel, tehát magyarul, ahol nem kapnak, nem működnek elnyomók, és fejlesztették azok a szakemberek ezeknek az embereknek a tudását, gyerekeknek a tudását, képességét. És utána, ugye elég hamar kiderült, hogy az milyen képességű gyerek, ha nem volt olyan képességű, mint amit vártak, akkor visszaadták a szüleinek. Ha pedig kiderült, hogy jó képességű, akkor tanították tovább, de nem egy emberről beszélek, hanem ilyen gyerekekről beszélek. És tanították őket, versenyeztették mind fizikai, mind szellemi téren, hogy ki a jobb. Majd mikor felnőttek, a legjobb lett az utódja a törzsfőnek. Mondom, a legjobb. Az utódja a törzsfőnek. És onnantól kezdve ő irányította a törzset. De mondanom kell, hogy azért tudta utána jól irányítani a törzset, mert ő gyerekkorában nem kapott elnyomást. Mi az elnyomás? Lelki, vagy fizikai, vagy együtt a kettő, fájdalom. Minden lelki vagy fizikai fájdalom, ami történt veled az életedben, azt elnyomásként élted meg eddig, ha nem tanultál itt. Mindenki, kivétel nélkül. Még akkor is, ha csak fogtad magad és elestél. Érted? Látszólag milyen elnyomást kaptál? Maga a fájdalom az az elnyomás egyik fokozata.
Világos ez? És ha egy ember nem érti meg, hogy annak miért kellett vele megtörténnie, mert gyerekként nem volt, aki elmagyarázza neki, mert lehet, hogy például egy ilyen kiválasztott gyerek is elesett, de utána nem azt csinálták, hogy jaj, atyala, patyala, majd katona leszel, akkor már nem fog fájni addigra, meg mit tudom én, katona dolog, nem ez, hanem megértették vele, hogy miért kellett vele ez megtörténnie, érted? És ha az ember megérti, hogy miért kell egy elnyomásnak vele megtörténnie, akkor nincs annak utóhatása az érzelmeire, az életére nézve. De ha ez nincs meg, ez a megértés, akkor ez azt jelenti, hogy minden rossz döntés, minden helytelen cselekvés az életben, az visszavezethető gyerekkori elnyomásra. Ha nem közvetlenül, közvetett módon. Mint kiindulópont. És most gondold végig, hogy lehet úgy fejlődni egy embernek, mondjuk eljutni a beteljesülés szintjére, de akár a küldetés szintjére, hogy bekerülhessen az aranykorba az illető, hogy lehet úgy eljutni, hogy egyszerűen az életedben folyamatosan helytelen döntéseket hozol, nem helyesen cselekszel. Hogy? Erre egy válasz van. Sehogy! Ennyi. Ugyanis azzal, hogy helytelenül döntesz, helytelenül cselekedsz magadnak, vagy másoknak, vagy és másoknak, fájdalmat okozol. Amit úgy hívnak, hogy elnyomás. És ez mit okoz? Ha elnyomást kap egy ember, elromlik a hangulata, ha nem tudja kezelni az elnyomást, mert nem tanulta. Mert a gyerek se tudja kezelni az elnyomást. Tehát ez nem hozott tudás, ez tanult tudás, az elnyomás kezelése. Tehát ha nem tudja kezelni az elnyomást valaki, akkor rossz hangulatba kerül. Ha rossz hangulatba kerül, akkor meg hajlamossá válik arra, hogy ő is elnyomjon másokat. Nagyon jó hangulatú embereket te még nem láttál azt, hogy elnyomoskodtak volna. Világos ez? De senki. A rossz hangulatúak elnyomoskodnak. És nem is kell ahhoz nagyon rossz hangulatúnak kell lenni, hogy valaki elnyomoskodjon. Szóval, kérdezem én, tőled főleg, aki nem itt tanul. És hogy fogsz túlélni 2035 után, ha nem tanulsz itt? Mehetsz bármilyen vallásba tanulni, bármilyen más egyéb képzésre, az élet egész területére, magyarul ezekre, nem fogsz kapni tudást. Csak itt nálunk. És még egy dolog. Nem elég a tudás. Tapasztalni is kell.
hol lesz még olyan lehetősége, hogy a tapasztalásra is kapjál megoldást. Nem csak a tudásra kapjál megoldást, hanem a tapasztalásra is kapjál megoldást. Hol? Tudod, hány olyan embert ismerek, aki nagyon sok évet tanult, tényleg olyan helyeken, ahol tanítanak, és olyan, mintha nem tanult volna semmit. Érted? Tudod miért? Mert a gyakorlat nem volt meg hozzá. Mondok példát, hogy értsétek, ki az, aki tanult szakmát, bármilyen szakmát, és ezáltal minimum van szakmunkás bizonyítványa, jó? Oké. Na most, tanműhely nélkül, gyakorlat nélkül, szerinted kaptál volna szakmunkás bizonyítvány? Csak simán azzal, hogy az iskolapadot koptattad, attól kaptál volna szakmunkás bizonyítványt. Ki van csukva. Oké? És mégis, amikor megkaptad a szakmunkás bizonyítványt, és csináltad netántán a szakmádat, mint például én is, akkor úgy tudtad igazán megtanulni a szakmát, hogy beraktak olyan személy mellé, mint például engem is, aki jó szakember volt már akkor. És én attól a jó szakembertől tanulhattam egy teljes éven keresztül napi 8 órában. Érted? Az azt jelenti, hogy ő csinálta a szakmát, és én mellette voltam, és egyre több dolgot rám bízott. Érted? És kellett egy év ahhoz, hogy teljesen önállóan tudjam csinálni a szakmámat. Nyilván még akkor sem olyan szinten, mint ő, mert gyakran előfordult, hogy már önállóan cselekedtem, csináltam a szakmám, és odafordultam a szakikhoz, és megkérdeztem, hogy na most itt elakadtam, akkor mi a feladat? Na, szóval ez nálunk ilyen szinten van megoldva. Itt van, idézőjelben, tanműhely. Itt van, gyakorlat, tehát mikor én például a szakmát már úgy csináltam, hogy a szakmai bizonyítványom megvolt, és elhelyezkedhettem, és gyakorolhattam, közben már pénzt kereshettem. De nyilvánvalóan nem annyit, mint mikor már jól tudtam a szakmámat csinálni. Ezt a lehetőséget is biztosítjuk számotokra. Ami azt jelenti, hogy úgy végezheted a gyakorlást, hogy közben már pénzt tudsz keresni. És ha jól végzed már azt a feladatot, ami a gyakorláshoz kell, tehát haladsz fölfele, akkor egyre többet és többet fogsz keresni, mint mikor valaki egyre jobb és jobb szakember. Világos ez? És ezt itt meg tudod kapni. Tehát ezt mind mutatom, gyakorolhatod itt nálunk, mind. És mindet taníthatod másoknak, ha már jól begyakoroltad. Oké? Na most akkor úgy megkérdezném. Én tudomásom szerint a bolygón ehhez fogható nincs. Csak ugye megkérdezném tőled, hogy miért te tudsz ehhez foghatót? Tehát nekünk az a célunk,
hogy ne pusztuljon ki az emberiség. Mert az aranykornak az a feladata, menjünk ide-vissza, az a feladata, hogy beteljesülés szintjére tudjál jutni, tehát egy elnyomásmentes, töretlen fejlődésen tudjál áthaladni. És ha az ember nem kap elnyomást, na akkor tud igazán fejlődni. És az aranykorban, mivel nem lesznek elnyomók, erről gondoskodnak a fentiek, hogy ne legyenek elnyomók, ezáltal az emberek egy még magasabb tudatossági szintre jutnak, ami által választhatnak, hogy itt maradnak a Földön segíteni, vagy választhatnak, hogy egy magasabb létformába kerülve isteni mi voltba jutnak. És az isteni mi voltban pedig teremtőként kezdenek el működni. De ehhez természetesen az is szükséges, hogy képes legyen addigra az ember azt a tudást, amit gyűjtöttél évmilliók során, ami el lett mentve és visszakapva, azt a tudást tökéletesen tudjad hasznosítani. Világos ez? Ha most visszakapnád azt a tudást, amit megéltél már az évmillióid során lélekként, akkor most abba beleőrülnél, csak úgy mondanám, jó? És akkor már nem, ha az aranykoron túl vagy. Világos ez? Na, hát ha nem lesz aranykor, akkor hiába próbálod sütögetni a pecsenyéidet, hiába akarod a túlélésed anyagiakból megoldani, tudod mit? Nem fog működni. Oké? Itt egy dolog működhet, gondold végig. Ha itt nem lesz aranykor, akkor minden szakmát, mindent, amit az emberek itt csinálnak a Földön, az megy a süllyesztőbe, úgy, ahogy van. Oké? Ha megnézed, akkor talán a bolygón mi lenne a legeslegfontosabb? Hát, hogy az embereket tereljük az aranykor felé. Nem? Nem ez lenne a legfontosabb? De hát te biztos szeretsz élni egy elnyomókkal teli társadalomban, ahol a legtöbb ember abszolút nem tudja kezelni az elnyomást, és abszolút negatívan hat rájuk az elnyomás. Tehát nem kellene olyan dolgokat is tanítani, amit más spirituális tanító neked soha nem fog tanítani. Soha. Oké? Ha úgy gondolod, hogy itt a helyed, várunk szeretettel. A képzéseink bárkinek megfizethetőek. Olyan rendben van a képzés, hogy bárki által elérhetővé válik, ha itt tanul. Akkor is, ha nem ér rá. Mert lehet felvételről is igénybe venni a képzéseket. Mind akár rádión, vagy videón. Vagy lehet élőben az interneten keresztül. Vagy lehet jönni személyesen. Szerinted melyik a legjobb? Személyes. Tudjátok, hány emberrel beszéltem már, aki hosszú ideje tanult itt, az a hosszú idő az akár több hónap, vagy akár több év. És egyszer csak vette a fáradtságot, és eljött egy rendezvényünkre. Mindenki kivétel nélkül azt mondta, hogy nem lehet a kettőt összehasonlítani. Tehát nem lehet azt összehasonlítani, hogy nézem az interneten keresztül az előadást, vagy ott vagyok személyesen.
nem lehet összehasonlítani. Annyival jobb a személyes részvétel. Én tudom, hogy kényelmes az, hogy otthonról nézek. De mit fog rajtad változtatni? Mit fog rajtad változtatni? Mert csak akkor tudsz változni, ha változtatsz. És ha eddig nem jártál rendezvényekre, akkor az egy változás, hogy elkezdesz járni. Vagy mondjuk egy másikat. Most azt mondod, hogy mit tudom én, az óceánon túl, hogy hát hogy járjak el rendezvényekre? Mi lenne, hogyha a módszereinkkel szerveznél ott egy saját csapatot? Az ott lakók egy részéből. És mondjuk én bekapcsolnálak téged, amikor együtt vagytok minden szerdán és vasárnap délután, illetve este, bekapcsolnálak téged az élő adásba ide, Skype-on. Vagy egyéb formában. Nem most, a jövőben természetesen. Tehát akik itt Skype-on vannak föl, azoknak mind van csapatuk, kivétel nélkül. És ugye azoknak nagy része az úgy vesz részt, hogy nem egyedül nézik az előadást élőben, hanem együtt nézik kivetítéssel az élőadást. És az is sokkal jobb, mintha egyedül, mint egy túlzók nézed otthon. Érted? És valamilyen szinten pótolja azt a hiányt, hogy nem tudsz részt venni a rendezvényen. Mert együtt tudsz lenni a csapatoddal. Érted? Mondhatod azt, hogy azok a szerencsésebbek, akik ugye össze tudnak jönni. Miért? Hát én úgy kezdtem annak idején az emberek szervezését, hogy nekem Székesfehérvárra kellett járnom hetente egyszer. Nem kellett, én mentem, mert ugye együtt akartam lenni azokkal, akik tanítottak. És pár hónap után már a lakóhelyemtől 100 méterre béreltem egy termet, és ott tartottam nekik előadást. Érted? Pár hónap múlva. Tartottam nekik előadást. Akkor még nem volt videó, mármint internet, hogy lehessen élőbe. Videó az volt, mert akkor volt a videó kazetta, tudod meg. Már volt videó felvevő 91-ben, de csak elvétve. Például apáméknak volt videó felvevőjük 91-ben már. És lényeg az, hogy ugye akkor nem volt internetes közvetítés, és meg lehetett oldani mégis a dolgokat. És most meg lehet azt csinálni, hogy legyél vezető. Legyen ott csapatod a környékeden, akikkel rendszeresen együtt tudsz lenni. És onnantól kezdve nagyon hasonló lesz, mint hogyha egy rendezvényen részt vennél. És azok, akiknek már kicsit nagyobb csapatuk van, azok pedig már nem kell, hogy bejárjanak dolgozni. Érted? Ők akkor szerveznek, és akkor foglalkoznak az emberekkel, amik ők akarnak. Világos ez? Magyarul egy szabad foglalkozást űznek. Aminek ugye a legfontosabb része az emberek vezetése, és természetesen a szervezés is. De az nem emberek vezetése, az csak szervezés. Az
mondhatjuk azt, hogy idézőjelben értékesítés. De amikor az ember vezet embereket, az sokkal jobb érzés, mint mikor nem vezetsz. Hidd el. Ha te nem szeretsz embereket vezetni, tudod miért nem szeretsz? Mert nem próbáltad. Érted? Na most én annyit mondanék, hogy minden ember akar vezetni, mert ha egy családban élsz, tehát nem arról van szó, hogy egyedül, hanem egy családban élsz, vagy családban éltél bármikor, azt akartad, hogy a te akaratod érvényesüljön, és ebben nincs kivétel, mert az ember így működik, hogy mindenki azt akarja, bármekkora közösségben él, hogy az ő akarata érvényesüljön. És sok ember, ha az ő akarata nem érvényesül, akkor elkezd hisztizni. Nem? Például, mit tudom, dükkitörése lesz, vagy elkezd duzzogni, vagy bármi más. Tehát akkor ugye megkérdezném, hogy akkor mi bajod van a vezetéssel? Én nem ismerek olyan embert, aki ne úgy működne, hogy a saját környezetében nem szeretné, hogyha az ő akarata érvényesüljön. Oké? És ez véletlenül nem vezetés? Csak úgy kérdezném. Úgy véletlenül. Tehát gondolkozz! És mi lenne, hogyha a vezetést megtanulnád profin csinálni itt nálunk? Oké? Profin. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!